A kazincbarcikaiak a 2024. június 9-i önkormányzati választásokon döntöttek arról, hogy helyi szinten kiképviseljék érdekeiket a következő 5 évben. A törvényi szabályozás alapján városunkban az önkormányzati képviselők közül 8-an egyéni választókerületben szereztek mandátumot, 3-an pedig kompenzációs listáról kerültek be a testületbe. Polgármester lett Szitka Péter, az MSZP-DK Momentum Párbeszéd és Zöldek jelöltje. Az október 2-án tartott alakuló ülésen a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója után tették le esküjüket a képviselőtestület tagjai, valamint Szitka Péter a város polgármestere és a grémium által megválasztott új alpolgármester Klimon István. Én Szitka Péter. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Ebben a ciklusban a korábbi 4 helyett 3 bizottság működik majd Kazincbarcika város önkormányzatában. A gazdasági és pénzügyi bizottság elnökévé Lövei Zoltánt, az ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság elnökévé Bukó Gézát, míg a társadalompolitikai és városfejlesztési bizottság elnökévé dr. Perjési Zsoltot választotta meg a testület. A rendeletet a képviselő testület 8 igen, 3 nem, 1 tartózkodással elfogadta. Amíg az elmúlt 5 évben 2 alpolgármester segítette a városvezető munkáját, addig a jövőben Klimon István egy személyben tölti be ezt a tisztséget. A korábbi alpolgármester dr. Makkai Orsolya önkormányzati főtanácsadóként, polgármesteri kabinetvezetőként folytatja munkáját. Feladatköre azonban változatlan marad. A szakértői feladatok koordinálásáért fog felelni. Emellett október 2-ától betölti a Barcika Art Nonprofit Kft. Ügyvezetői posztját is, amely nem ismeretlen számára. Korábban több évig vezette az önkormányzati vállalatot. A cég a jövőben kizárólag a rendezvényszervezésre, a kommunikációra és a városmarketingre koncentrál, és létesítményüzemeltetési feladatait januártól átadja a Barcika Kontroll Kft. Részére, amely a város kulturális és sportlétesítményeit, a városi úszodát, a Colorlab innovációs központot, illetve a Muskátli nyugdíjas házat fogja üzemeltetni, valamint ezen helyiségek bérbeadása tartozik majd a tevékenységei közé. Szitka Péter polgármester az alakuló ülésen jelentette be, hogy új aljegyzőt kapott városunk. Dr. Juhász Hajnalka korábban már betöltötte ezt a posztot, most pedig a városi beruházásokkal és a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása tartozik majd hozzá. Emellett a Barcika Projekt Kft. Irányításáért továbbra is ő felel majd.